Az elmúlt években egyre fontosabbá vált az egyetemek életében a megfelelő hallgatói létszám. Az emelt szintű érettségi azonban sokakat eltántorít a jelentkezéstől, akár csak az egyes szakokon előírt kötelező nyelvvizsga követelmény. A koronavírus járvány egyik következményeként kevesebb hallgató jelentkezett a felsőoktatási intézményekbe, miközben a járvány alatt visszamenőleg azok is megkapták a diplomájukat, akik korábban a hiányzó nyelvvizsga miatt nem vehették azt át. 2023-tól országszerte jelentős változások lépnek életbe, így a Nyíregyházi egyetemen is. 2023-tól rendkívüli autonómiát kaptak az egyetemek a felvételi szabályozásban, intézményünk is szélesre tárta a kapuit a jelentkezők előtt. Tudni kell, hogy már a 2023-as felvételi esetében eltekintünk az emeltszintű érettségitől, tehát az eddig kötelező, úgymond bemeneti feltételként kötelező emeltszintű érettségi kötelezettsége megszűnik, és középszintű érettségivel is be tudnak jönni a jelentkezők alap vagy osztatlan képzési szakra. Emellett megszűnik a ponthatár szabályozás, kivételez alól a művészeti képzési területi területünk ott megmaradt, de egyébként minden szakunkon eltöröltük, és ma, tulajdonképpen maga az intézmény fogja meghatározni, hogy mi lesz az a minimum ponthatár, amivel felvesszük a jelentkezőt. Az egyetem oktatási rektor helyettese elmondta, az új felvételi pontrendszerben minden intézmény maga dönt el, mire adhat többletpontokat. A változás értelmében a 2023-as évtől már lehetőségük van a felsőoktatási intézményeknek jobban kitárni a kapuikat, emelt szintű érettségi nélkül és minimum pontok nélkül is be lehet kerülni a felsőoktatási intézményekbe. 2024-től ez a rendszer annyiba bővül ki, hogy a felsőoktatási intézmények az 500 pontos felvételi rendszerben 100 pontban kaptak arra vonatkozóan autonómiát, hogy ők határozzák meg azokat a többletpontokat, amelyekben a hozzájuk jelentkezni kívánó hallgatókat támogatni kívánják né dr. Rudolf Éva az egyetem kancellárja hangsúlyozta, a cél nem az, hogy az egyetem tudományos színvonalát csökkentsék, sokkal inkább az, hogy azok számára is lehetővé tegyék a bejutást, akiket a rendszer korábban nem látott. Vagyis a jövőben többletpont számot lehet kapni az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgákért, a tanulmányi és sportversenyeken elért eredményekért, de ugyancsak pluszpontot jelenthet a hátrányos helyzet vagy az önkéntes katonai szolgálat. A rektor helyettes hozzátette: A 2024-es felvételi rendszerben már azért is többletpontokat adnak, ha a lendő hallgatók részt vesznek az egyetem előkészítő kurzusain. A felvételi pontszámok számításával kapcsolatban a felvi.hu weboldal nyújt segítséget, a 2023-as év képzéseit pedig az egyetem idén decemberben fogja meghirdetni.